Kellemes szombat délután kívánok minden kedves nézőnek, szimulátor rajongónak, innen Vadkizglenről, Zsolesz vagyok, és perceken belül kezdetét veszi a KNTH Simliga Gran Turismo 7 bajnokság 2023-as szezonjának 5. utolsó előtti fordulója, melyet a Honda promóciójában és az MLA szakmai támogatásával bonyolítunk az idei esztendőben. Most élesedik a helyzet a bajnoki pontversenyben, hiszen az eddig nagyon meggyőző és stabil teljesítményújtó Mihály Dess Mátéra kezdenek felzárkózni a favoritok. Az előző olimpián 4. helyezést elérő Blazsán Patrik és az újdonsült olimpikon Hencsei Benyámin, akiknek jó esélyük van arra, hogy akár a tabella élére is ugorjanak adott esetben. Ez nem is szükséges más, éppen elegendő egy pici apró hiba, hiszen ezen a pályán bizony mind a kiszélesítés, mind pedig a falkontakt elég könnyen előfordulhat, ami természetesen büntetéseket von majd maga után. Szokás szerint kezdjük a mai versenygéppel a felvezetőt, ami nem más, mint a Hyundai Genesis GR3. Az autó rövid történetéről annyit kell tudni, hogy 2021 áprilisában a Hyundai új prémium márkája a Genesis bemutatta a Genesis X koncepcióját, illetve a márka értelmezését arról, hogyan nézhetnek majd ki a GT autók a jövőben. Az X koncepciót eredetileg elektromos járműnek tervezték, de a Genesis X GR3-as hagyományos benzinmotorral van felszerelve, részben a kényszerített indukciónak köszönhetően 542 lóerő teljesítményt produkál. A versenyautó nagyobb gumiabroncsainak elhelyezése érdekében karosszériát kiszélesítették a fejlesztők, míg az alsó rész aerodinamikai fejlesztéseket kapott. Ezen kívül a nagyobb hátsó szárny segít abban, hogy a gép még versenyre készebbnek tűnjön. Közben láthatjuk már a versenybeállításokat is. A Watkins Glen hosszabb variánsa lesz tehát a mai forduló pályája, ahol is 2x12 kör lesz a versenytáv. Az első futamon már a megszokott prekvalifikációs sorrendben rajtolnak majd el a versenyzők, a második futamon pedig egy rajtrácsere után az első 8 fog majd helyet cserélni, az első futam befutási sorrendjét alapul véve, ahogy ez már a korábbi fordulókban is zajlott. A választott gumikomponens a Racing Medium, a gumikopás 3-szoros, üzemanyagfogyasztás pedig 2-szeres lesz. A futamon kissé felhős, száraz, kellemes időjárás van aktiválva, és vessünk akkor egy pillantást a bajnoki tabellára, Mihály Dess Máté vezeti tehát a bajnokságot 112 ponttal, őt követi Hencsei Benyámin 106 egységgel, majd Blazsán Patrik a harmadik helyen 102 pontjával, úgyhogy tulajdonképpen 10 pont választja el az éllovasokat egymástól, várhatóan nagyon nagy lesz a küzdelem, de most már ne menjetek sehova, hiszen pár másodperc is érkezünk élőben a rajtrácsról. Na nézzük akkor a rajtfelállást. Blazsán Patrik indul a pole pozícióból. Egy világranglista második helyezést ért el egyébként a prekvalifikációs idejével. Őt követi az egyes rajtszámú autóban Hencsei Benyámin, majd Mihály Dess Máté következik, tehát a három éllovas együtt fog elrajtolni az elejében. Őket követi Szagmajszer Szabolcs, majd Szabó Pál érkezik. Aztán a hetes rajtszámú autóban Pajor Márton, majd Simon Imre, aki egy új beugrója Simliga GT7-es idei szériának. Aztán őt követi Krémer Péter rajtrácson, majd Hodruszki Kolos érkezik. Aztán 16-os rajtszámú autóban Szabó János követi őket, majd Borbély Renátok, aki szintén egy új versenyzője a Simligának, Szigligeti Tamás és Kis Péter zárja a sort. Na nézzük, pillanatokon belül kihasznak a lámpák. Itt a rajt nagyon-nagyon fontos, talán a legfontosabb az eddigi fordulók, hát hogyha nézzük, és ebben a pillanatban megkapják a zöld jelzést a versenyzők. Blazsán Patrik fantasztikusan rajtolt, Hencsei Benyámin sorol be mögé, már rögtön az első jobbos kanyar után Mihály Dess Máté, mindjárt megtartotta a pozícióját. Szagmajszter Szabolcs 4. helyen, 5. helyen Szabó Pál autózik jelenleg, és Mihály Dess már támadja Hencsei Benyámint. Talán ez Blazsánnak lesz majd jó. Itt vagyunk Hencsének a belső nézetében, láthatjuk, hogy érkezik meg Blazsán Patrik mellé, és már egy előzési kísérlet rögtön az elején. Blazsán viszont tartja a pozícióját, nem adja fel olyan könnyen. Itt nagyon figyelni kell a sikánoknál, ugyanis a levágást elég szigorúan bünteti az automata Stewart. És bizony ez nagyon sokba is kerülhet a futam során. Blazsán továbbra is az élen, Hencsei pedig szorongatja őt az első körben. Lesz még lehetősége arra, hogy felzárkózzon, közben Hencsei Benyámin kap egy fél másodperces büntetést. Valószínűsíthetőleg kanyarlevágásért, hogy ezek a fél egy másodperces büntetések ezek ennek köszönhetőek. És itt le is tölti, Hencsei lehúzódik az ívről, és Mihály Dess Máté belső nézetében
láthattuk, ahogy elmegy mellette. Mihály Dessz tehát feljön egy pozíciót a második helyre, Blazsán pedig szépen lassan kezd elhúzni. És közben vált is a kamera, Mihály Dessz Mátét láthatjuk, ahogy most már egyre jobban védekezni kényszerül Hentsey Benyáminnal a szemben. Láthatjuk, hogy Mihály Dessz tulajdonképpen több mint két másodperces különbséggel követi Blazsánt, ami azt jelenti, hogy itt már a szélárnyék nem érvényesül, mert itt jó esélye Blazsán már el fog húzni. Főleg úgy, hogy Mihály Dessznek védekeznie is kell Hentseivel szemben. Pajor Marti 13 éves fiatalember, idei évben tűnt fel a Gran Turismo közösségben, korábban egy amatőr versenyen szerepelt jól, tavalyi esztendőben, egy offline rendezvényünkön, és itt már belsőiben védekeznie kell Simon Imrével szemben, ezt ügyesen ki is védekezte. Úgy tűnik, hogy Simonnak egy picivel jobb a tempója Pajornál. Nem tudom, Marci meddig fogja ezt a nyomást bírni. Simon viszont nagyon keményen megérkezik, itt van közvetlenül szélárnyékban, kivágódik, külső íven próbálkozik, de elvette, mert érezte ő is, hogy itt ebben a tempós sikánban igazán túl sok babér nem terem neki, viszont folyamatosan szorongatja a fiatal versenyzőt. És most talán belsőiben egy akciót láthatunk, igen, ebben a pillanatban. Belsőiben egy rövid féktávval kifékezi. Közben Hentsey Benyámin is kap egy fél másodperces büntetést kanyarátvágásért, amit ebben a pillanatban le is tölt. Hát ezzel viszont lemarad Mihály Dessztől. És négy kör van vissza, négy és fél kör. Hát lesz hova kapaszkodnia közben, egy picikét, mint hogyha Blazsán előnye olvat volna egy három tizedet, kizárja annak lehetőséget, hogy Pajor előzőn, és közben a célegyenesre fordul Blazsán Patrik, és ebben a pillanatban behúzza a futamgyőzelmet Mihály Dessz Máté, aki 1,4 másodpercre megközelítette őt a végén. Érkezik Hentsey Benyámin. Blazsán Patrik tehát a győztes, és ez azt is jelenti egyben, hogy a következő futamon a 8. pozícióból fog nekivágni. Közben látjuk itt a végeredményt, a leggyorsabb kör is Blazsán nevéhez fűződik. Tehát Blazsánnak, illetve hát nem csak neki, hanem Mihály Dessznek és Hentseynek is a mezőny közepéből kell elrajtolnia a rajtrács cserét követően, ami lényegesen nagyobb izgalmakat vetít előre, mint itt az első futamban, amit láthattunk. De már itt vagyunk a rajtnál, és ebben a pillanatban kialszanak a lámpák, és Borbély Renátó indul a pole pozícióból, a 8. helyen zárt az első futamon. Elég nagy a tülekedés, egyelőre nincsen kontakt a pályán, nagyon szépen vigyáznak egymásra a versenyzők. Blazsán Patrik már a 6. pozícióban, ugye 2 helyet jött előre, a 8. helyről indult. Mögötte pedig szorosan ott van Mihály Dessz Máté, Hentsey már a 4. helyen, ugye ő előttük rajtolt, és pillanatra megbicsaklik Mihály Dessz alatt a Hyundai. Blazsán pedig próbálkozik, kikülsőiben marad. Ilyen Alonso sem megpróbál kívülről szívesen elfordulni, Sagmeister közben picikét erőködik ott mellette. De nagyon szépen hagy helyet egymás mellett a két versenyző. Közben ott valaki elhagyta a pályát. Nem tudom, hogy ki volt az, de szélesen kivágódott a bukótérben. Blazsánon közben a kamera, és Mihály Dessz Máté megelőzte őt, és Sagmeister Szabolcs volt előttük. Ott a ketten is próbálták őt előzni, valószínű, hogy Blazsán, aki már külsőjében támadja Mihály Desszt, kedvezőtlenül jött ki ebből a páros előzésből. Közben Blazsán nagyon keményen támadja Mihály Desszt, ott van mellette, közvetlenül próbálja meg az előzést, itt vagyunk belső kameranézetben, láthatjuk, hogy Mihály Dessz kihasználva Simon szélárnyékát még vissza tudja verni Blazsán támadását, és bizony Simon
most nem annyira jó jön ki Mihály Desznek, hiszen feltartja, Blazsán pedig azonnal ott van Mihály Desz mögött. Na ez egy kritikus pont lesz, hogy hogyan fog tudni előzni Mihály Desz, közben Hencsei már nézelődik. Itt az elejében Borbély Renátot próbálja megelőzni. Itt majd talán egy páros előzés is látható, Mihály Desz próbálkozik Simonnál, Hencsei pedig Borbét legyűrni, és itt egy picikét bealudt Simon, ezt kihasználva belsőben sikeresen megelőzi Mihály Desz, Blazsán pedig Mihály Deszt előzi meg. Szemfüles volt kihasználva a dupla szélárnyékot, nagy tempóval érkezett, és megelőzi Mihály Desz Mátét, aki jelenleg a hatodik helyre csúszik vissza, a helyezkedésből rosszul jött ki, még Szagmeister is majdnem megelőzte őt. És közben Blazsán Patrik kap egy fél másodperces büntetést. Igen, erről beszéltem, hogy itt, és amit mondtam az előbb, a kiszélesítést, teljesen négykerékkel elhagyja a pályát, igazán ez nem is kérdéses, hogy büntetést ér. Ugye nyilván ez köszönhető annak, hogy Blazsán nagyon keményen tolja neki, próbálja ledolgozni a hátrányát, viszont ez sokba kerül most. Főleg úgy, hogy Mihály Desz ott van közvetlenül mögötte. Próbál szorosan ott maradni, hát ha sikerül majd neki, az a fél másodperc lassítás nem annyira vészes. Ha nincs olyan közel a mögötte haladó pilóta, akkor jó esetben ki lehet védekezni. És ez így történik, hiszen nem éri utol a büntetési zóna végére Mihály Desz, Blazsán Patrikot. Itt megint egy picikét szélesen fordul Blazsán. És megint megkapja a fél másodperces büntetést. Ez tisztán látszott egyébként itt az élő képen is, hogy egy picikét lecsúszott, nem is talán tempó miatt, hanem egész egyszerűen elnézte a féktávot, véleményem szerint Blazsán. És itt láthatjuk, hogy Blazsán Patrik tulajdonképpen a büntetési zóna előtt is már védekezésre kényszerül Mihály Deszt szemben, és el is engedi Mihály Deszt. Talán ebben volt egy kis stratégiai megfontolás is Blazsán részéről, hiszen nincs igazán értelme feltartani a pálya ezen szakaszán Mihály Deszt, mert ezzel aztán tulajdonképpen csak a saját versenyüket rontanák el abban a tekintetben, hogy azzal végleg feladhatják Hencsének az üldözését. És közben Mihály Desz Máté egy nagyon komoly előrelépést mutat. Elfogyott a különbség közte is Hencsei között. Most ez egy hibának köszönhető, büntetést nem láttam Hencseinél. Úgyhogy elképzelhető, hogy egy hibázás történhetett, vagy szimplán csak visszavett a tempóból Hencseje. Nem gondolnám, mert azért ez egy elég szűkös különbségnek néz ki. Hát tulajdonképpen ez már majdnem, hogy szélárnyékon belüli távolság kettejük között. És Blazsán Patrik egy újabb büntetést kap, egy újabb fél másodperces büntetést. A nagy igyekezetnek folyamatosan büntetés a vége Patrik esetében. Itt is már csak azt látjuk, hogy a büntetését jelzi a neve alatt a rendszer, és ezzel tulajdonképpen is veszíti annak az esélyét, hogy meccsbe maradjon itt a győzelemért. Hencsei viszont lassan védekezni kényszerül, hiszen már csak fél másodperc a különbség közt és Mihály Desz között. Az utolsó körben járunk. Itt Hencsének azért fókuszálnia kell nagyon keményen, hiszen ez a fél másodperc, sőt már fél másodperc sincs, ez nagyon-nagyon kevés, egy büntetés pont elég ahhoz, hogy elbukja a vezető pozíciót, ebben az esetben pedig Mihály Desz azonnal ott van és köszöni szépen a vezető pozíciót, amivel nem csak a futam, egy pillanatra meg is bicsaklik Hencsei alatt. Az autó, ugye lehetett látni, hogy nagyon óvatosan fordult el, nehogy kiszélesítse véletlenül a pályát. Hát itt viszont már túl sok lehetőség nem adódik az előzésre. Mindenesetre Mihály Desz odaér közvetlenül a futam végére Hencsei mögé. Itt tulajdonképpen már csak egy jobbos kanyar választja el Hencsét. Hogyha ezt nem rontja el, vagy falkontakt nem lesz, akkor ezt már tőle senki nem fogja elvenni. És bár nagyon szoros a végére, de Hencsei Benjamin behúzza a második futamot Mihály Desz és Blazsán Patrik előtt. Mindenesetre Hencsei Benjamin megnyeri a második sprint futamot. Itt láthatjuk közben a végeredményt. Mihály Desz Máté egyébként, aki a leggyorsabb kört megfutotta. Blazsán Patrik is elég közel volt hozzá. Itt azért
látszik a különbség közte és a középmezőny között, hiszen majd 2 másodperces köridő különbségek vannak, azért ez egy klasszisnak számít. Már ezen a szinten, meg pláne. Az összesített pontversenyben számításaim szerint, hangsúlyozom, ez nem a hivatalos végeredmény még, továbbra is Mihály Dess vezet, de 4 pontra olvad a különbség Blazsánnal és Hentseivel szemben, akik pont azonossággal követik a tabellán. Úgyhogy nagyon izgalmas verseny várható a végső döntő futamon. És ezzel véget is ért az 5. forduló, folytatás jövő héten az árófutamokkal Daytonában. Kövessétek az ROH, illetve a Színuga közösségi csatornáit új információkért. Köszönjük szépen a szponzorainak a támogatást, a Hyundai-nak, a KNTH-nak, a Samsung Odyssey-nek, az MNAS-nek, az MVM-nek, az eSport1-nek, a Huronának, a Nissin-nek, a Rally Café-nak. A magam nevében megköszönöm megtisztelő figyelmeteket, találkozunk jövő héten szombaton az utolsó forduló küzdelmeivel. Zsolesz voltam, sziasztok!